estét kívánok! Ez a Szombathely Ma, a Szombathely Televízió közéleti magazin műsora. Köszöntöm a nézőket! Mai műsorunkban három témát fogunk körüljárni, hosszabb, rövidebb ideig. Beszélgetni fogunk a gépészmérnök képzés jelenéről és jövőjéről, valamint az újdonságnak számító mechatronikai mérnök képzésről, ami szeptembertől indul várhatóan a Nyugat-Magyarországi Egyetem berkein belül. Aztán beszélgetünk egy kicsit arról is, hogy vajon miért számít családi vállalkozásnak, hogyha a gyermek felsőoktatási intézményben akar tanulni. A felsőoktatásban való részvétel pénzügyi oldalát boncolgatjuk egy kicsit, de elsőként egy kicsit a pedagógus pályát fogjuk korcső alá venni, megnézzük azt, hogy érdemes-e a pedagógus pályát választani, és lesz-e tanárhiány a következőkben. És a témával kapcsolatban köszöntöm is vendégemet, Bakó Balást, pedagógiai szakértőt, aki a Nyugat-Magyarország Egyetem pedagógiai szolgáltató központjának szolgáltatás egységvezető, ha jól tudom a titulusát. Jó estét kívánok! Igen, jó estét kívánok! Hát, költőinek tűnik a kérdés, de érdemes-e a pedagógus pályát választani, vagy gondolkodni rajta? Hát pedagógusként azt gondolom, hogy válaszolhatok igennel erre a kérdésre, hiszen egy nagyon szép pályáról van szó. Emberekkel, gyerekekkel, diákokkal foglalkozni az mindig egy nagyon jó feladat és nagy kihívás, különösen mostanában. Hiszen ahogy a generációk változnak, egyre újabb és újabb kihívások érik a pedagógusokat is. Úgyhogy én arra biztatnék minden érettségizőt, illetve aki még nem döntött a pályaválasztásról, hogy bátran jelentkezzen pedagógus képző főiskolára vagy egyetemre, többek között a Nyugat-Magyarországi Egyetemre is. Érdemes egy kicsit magáról a képzésről pár szót ejteni. Ugye a pedagógus képzés, amikor 2006-ban a bolonyai típusú kétosztatú rendszerre átállították, akkor a pedagógus képzés is beleesett abba a kategóriába, ami kétosztatú lett, tehát BA és MA képzésekről lehetett beszélni, és ezt követően viszont most már azt lehet mondani, hogy szinte csak és kizárólag olyan hallgatók vannak, akik osztatlan tanárképzésben vesznek részt. Talán lehet beszélni arról, hogy vannak-e már tapasztalatok arra vonatkozóan, hogy melyik rendszer volt jobb, melyik hatékonyabb, jó-e ez az új típusú pedagógus képzés? 2013-ban került sor az osztatlan pedagógus képzés bevezetésére, ami lényegében a bolonyai rendszer előttihez való visszatérést jelentette, bár nagyon sok mindent megőrzött magából a bolonyai típusú képzésből is. Jelenleg is még vannak olyan hallgatók, akik alapszak után mesterszakon tanulnak, ők az idei tanévben, illetve jövőre fognak végezni, viszont most már csak olyan képzésre lehet jelentkezni, ami osztatlan tanárképzést jelent, és újdonsága korábbiakhoz képest, illetve változás, hogy csak két szakos tanárképzés van jelenleg Magyarországon. Az osztatlan tanárképzésben kétféle típus van, a 4+1-es, illetve az 5+1-es képzési forma. Az első az általános iskolai tanárokat képez, a másik pedig középiskolai tanárokat. Itt a Nyugat-Magyarországi Egyetemen 16 szakban, összesen 50-féle szakpárosításban lehet közismereti tanár szakokon tanulni. Ezek a hagyományos tanárképzési szakok, illetve tanítóképzés is van természetesen itt az egyetemünkön. Valóban már vannak tapasztalatok, ugye ezek a diákok már egy felvételi vizsgával kerültek be az egyetemre, ez egy alkalmassági felvételi volt, ahol azt mértük beszélgetés során, hogy egyáltalán miért választják a leendő diákjaink ezt a pályát, milyen elképzeléseik vannak, egyáltalán mit tudnak a pedagógiáról. Az a tapasztalatunk, hogy a diákok döntő többsége valamilyen pozitív élmény hatására választja a pedagógus pályát, illetve nagyon meghatározóak a saját tanár élmények, illetve szülőktől, barátoktól, ismerősöktől szerzett információk és benyomások, így a szombathelyi képzésnek elég nagy sikere van, hiszen több mint 50 éve folyik Szombathelyen pedagógus képzés, és ez a hagyomány, ez a képzés színvonalában is természetesen jelentkezik. A képzésnek az az erőssége, hogy az erős elméleti felkészítés után egy nagyon komoly gyakorlati képzési része is van, azaz az utolsó évben, ez a plusz egy év, így van, ez már azt jelenti, hogy a hallgatóink iskolákban gyakorolnak.
A Nyugat-Magyarország Egyetemnek a nyugat-dunántúli régió 3 megyéjében több mint 300 partner intézménye van, ahol a diákok ezek közül választhatnak, és ott tölthetik a gyakorlatukat, de mielőtt ezt persze megtennék, az egyetem gyakorló intézményében készülnek fel erre a feladatra. Ezt a gyakorlatot hogy kell elképzelni? Megfeleltethető annak, ami mondjuk a régi típusú tanárképzésben tanári gyakorlat volt. Annak idején, amikor még én a tanárszakos diplomámat csináltam, akkor kéthetes gyakorlatunk volt februárban, és mi voltunk a kis tanító bácsi két hétig egy mentortanár mellett. Ugyanez adaptálódott csak hosszabb időtartamba, vagy vannak más változások is? Van ilyen része is a képzésnek. Ez az utolsó évnek a gyakorlata, amit a Bolyai Gyakorlóiskolában tudnak teljesíteni a hallgatóink. Itt kifejezetten a szakjuknak megfelelő tárgyakat tanítanak. Amikor kikerülnek az egyéves gyakorlatra, akkor ez már ennél jóval több. Így gyakorlatilag a pedagógus mesterség teljes vertikumát gyakorolják, tehát kvázi mind főállású pedagógusok dolgoznak az adott intézményben, és ott nem csak órákat tartanak, hanem részt vesznek a tantestület egész működésében, az iskolai élet valamennyi feladatát kipróbálhatják. Ehhez egy mentor segíti őket. Ezeket a mentorokat itt a Nyugat-Magyarország Egyetemen képeztük, tehát olyan szakemberek segítik a hallgatóinkat, akik jól felkészültek erre a feladatra. A képzésünknek az is sajátossága, és bátran mondhatom, hogy ez egy magyar kuriózum is, az úgynevezett nyugat-magyar modell, amely a kutatásnak, a fejlesztésnek és a képzésnek a hármasára épül. Ez azt jelenti, hogy a képzésünkben olyan problémákra próbáljuk felkészíteni a leendő pedagógusokat, amelyeket kutatásokkal tártunk föl, tehát azt nézzük meg, hogy mire is van szüksége a magyar iskolának, és ehhez képezünk pedagógusokat. Úgy tűnik, hogy ez a modell nagyon jól működik. Ez egy kutató intézményünk van, ez a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutatóközpont, amely a hallgatóknak ezt a gyakorlati képzését is irányítja. Lassan lejár az időnk a beszélgetésre. Egy kérdést még mindenképp fel kell tennem. Említette, hogy az iskoláknak mire van szükség és mire van igény. Az iskoláknak szükség van-e tanárra, vagy szükség lesz-e tanárra? Lesz-e pedagógus hiány vagy tanárhiány az iskolákban, mondjuk a közeljövőben? Igen, a következő években a pedagógusok egy jelentős része nyugdíjba fog vonulni. Azok, akik az 1950-es években születtek, és most már közel 40 éve vannak a pályán. Ez egy elég nagy populáció, tehát elég nagy létszámú pedagógus csoportról van szó, és hát az ő pótlásukra mindenféleképpen szükség lesz fiatal tanárokra. Tehát arra buzdítunk mindenkit, hogy aki vonzódik a pálya iránt és szeretne fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozni, az vegyen részt a pedagógus képzésben. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat és elmondta ezeket. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig megyünk tovább. Holnap nyílik a Szombathelyi Képtárban egy egészen különleges válogatás a képtár gyűjteményéből Akt címmel, és a következő percekben ehhez a kiállításhoz szeretnénk egy kis kedvcsinálót megmutatni. Thank you.
quiet nights of white stars, white chords on his guitar, floating on a silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by. Kedves nézőink, talán sokan vannak, akiknek a gyermekük, vagy akár saját maguk a felsőoktatásba való jelentkezést fontolgatják. Ugyanakkor ez azt lehet mondani, hogy egy családi vállalkozás lehet, és ennek nagyon komoly gazdasági és pénzügyi oldala van, még akkor is, hogyha ösztöndíjas vagy támogatott képzésben vesz részt az ember. De hogy mit is jelent ez pontosan, és miért mondom azt, hogy családi vállalkozás, erről kérdezem vendégemet, Márkus Attilát. Miért lehet azt mondani, hogy ez egy családi vállalkozás? Köszönöm, kívánok! Mindenképpen családi vállalkozás, hiszen rettenetes komoly anyagi következményei vannak mindkét irányban. Tehát, hogyha valaki diplomát szerez Magyarországon, akkor az látható a statisztikákból, hogy egy biztosabb munkaerőpiaci pozícióra tud szert tenni, és rendre jelentősen magasabb jövedelemmel tud számolni, mint egy középfokú végzettségű. Vannak különböző kimutatások, illetve kutatások világviszonylatban, amik egyébként e vonatkozásban az arányok tekintetében Magyarországot nagyon szépen az elejére teszik a listának. A legutolsó OECD felmérés szerint, ha jól emlékszem, akkor a második vagy a harmadik ország vagyunk abból a szempontból, hogy a középfokú végzettségűek és a felsőfokú végzettségűeknek a jövedeleme arányaiban hogy néz ki. A másik szerint a felsőoktatásban végzettek javára. Így van, jelentősen magasabb a jövedelem. A másik oldala a kellemetlenebb része a történetnek, ugyanis, ahogy én szoktam mondani, az ingyenes felsőoktatás az egy illúzió. Tehát itt nagyon sokszor rossz szóhasználatban az állami ösztöndíjas képzésekről úgy beszélünk, hogy ingyenes felsőoktatás. Ez nem ingyenes felsőoktatás, soha nem volt a felsőoktatás ingyenes. Valóban tandíjat, önköltséget, ahogy ma nevezzük, nem kell fizetni a képzésre bejutottak jó részének. Viszont ezen kívül rettenetesen sok olyan költség merül fel a képzéssel kapcsolatban, ami igen-igen nagy próbára teszi a szülőket. Tudna esetleg egy-két példát mondani, csak hogy így be tudjuk tájolni? Hát a legegyszerűbbekkel indulok, ugye ahogy tulajdonképpen a középfokú tanulmányok alatt is valahol laknunk kell. Ugye nagyon sok esetben a felsőoktatás az abból a szempontból egy új helyzetet hoz a hallgató számára, hogy akkor kerül ki a családi fészekből, tehát kollégista lesz, vagy pedig albérlet, ezeknek alkalmasint magasabb költségeik lehetnek, pláne ha albérletes vagyok, akkor ugye rezsi költségeivel kell számolnom. Ha nem a lakhelyemen tanulok tovább, akkor a hazautazás költségei, jellemzően a képzés első időszakában ez még gyakrabban megtörténik, hetente, két hetente hazajárnak, mondjuk egy Szombathely-Budapest távolság, még diákjeggyel is egyébként egy hónapban négy alkalommal egy jelentős összeg. Vidéki, nagyobb vidéki városokban a helyi közlekedésre fizetni kell, a diákjegyekkel, illetve a diákbérletekkel is egy viszonylag magas éves költséggel kalkulálunk kell, de a legegyszerűbbeket mondom, az étkezést, a jegyzeteket kell vásárolni, utóvizsga díjakkal kell kalkulálni. Mellette természetesen néha szeretünk megfeledkezni kicsit álszent módon arról, hogy egy egyetemista szórakozni is szeret, ez sincs ingyen. Természetesen az nem feltétlenül baj, hogyha nem ezt teszi ki a legnagyobb költséghányadot, de azért ezzel is számolni kell. Ma Magyarországon egyébként átlagosan egy egyetemista nagyjából 77 ezer forintot költ el egy hónapban. Hangsúlyoznom kell, hogy ebben az önköltség nem beleértendő, tehát ez tulajdonképpen finanszírozási típustól függ. Az állami finanszírozott képzésekről beszélünk. Így van, illetve az önköltségesről is, csak az önköltséges hallgató esetében még ezen felül kell az önköltséggel kalkulálni, ami ugye tovább tudja nehezíteni a helyzetet, hiszen a felsőoktatási intézmények az önköltséget jellemzően a képzési időszak elején, tehát a szemesztereknek az elején szeretik begyűjteni. Tehát kettős a probléma, mert az egyik oldalról fontos kalkulálni azzal a
a költség tömeggel, ami megjelenik egy fél évben. Ezen kívül pedig egyfajta ilyen cash flow szemléletben is gondolkozni kell, hiszen nagyon sok esetben találkozom olyan kalkulációkkal, amik alapvetően nullásra kihozzák a fél évet, viszont a költségek és a források megjelenésének az időzítése az nem ugyanaz, tehát nem esik egybe. Ilyettén módon mondjuk egy szeptember-októberi hónapot tulajdonképpen át kell vészelni, és az ösztöndi szociális támogatások megérkezése után lehet egy picit felélegezni. Tehát egy viszonylag komplex problémáról van szó, amivel azt gondolom, hogy nagyon fontos foglalkozni. Ráadásul ugye említette, hogy sok esetben ekkor repülnek ki a szülői házból az egyetemisták. Mennyire vannak felkészülve erre a mondjuk úgy nagyobb szabadságra? Mondjuk pénzügyi oldalról. Én azt gondolom, hogy semennyire, és ez lehet, hogy nagyon erős megnyilatkozás, de tudom vállalni. Nagyon sok középiskolában rendhagyó osztályfőnöki órákon próbálunk beszélni arról a diákoknak, hogy a továbbtanulás anyagi vetületeivel is foglalkozni kell. Jellemzően azt látjuk, hogy ha egy végzős osztályban december-november környékén már föltesszük azt a kérdést, hogy milyen intézményt, milyen szakot fog választani, milyen jövőképben gondolkodik, akkor erről általában egy konkrét vélemény van. November-december környékén még a sorrend nem biztos, hogy megvan, hogy milyen sorrendben fogom megjelölni az intézményeket, szakokat. Viszont amikor föltesszük azt a kérdést, hogy foglalkoztak-e azzal, hogy ez mennyibe fog kerülni, illetve tudják-e, hogy mennyibe fog kerülni, akkor néma csend van az osztályokban. Tehát nagyjából a tapasztalat az, hogy a szülők foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel. Nem feltétlenül alakul ki párbeszéd a családon belül, tehát gyakorlatilag a szülő egy picit tovább viszi azt a gondoskodó szerepet, amit egy középiskolai tanulmány során tulajdonképpen megszokott már, és le akarja venni a gyermekvállaló ezt a terhet. Ez abból a szempontból egy csapda helyzetet fog előállítani, hogyha valóban a gyermek kirepül a családi fészekből, és mondjuk vidékről elmegy akár a fővárosba, vagy akár egy távolabbi vidéki városba, Pécsre, Debrecenbe, Szegedre, akkor ő ott a saját bőrén kell, hogy megtapasztalja akár olyan egyszerű dolgokat, hogy hogyan osztom be a pénzemet egy hónapon belül, illetve az előbb említett problémát hogyan kezelem le, amikor egy adott hónapban több kiadásom van, mint amennyi bevétellel tudok számolni, és csak később tudom a forrásokat figyelembe venni. Ezek, én azt látom, hogy alapvetően a pénzügyi kultúránknak sajnos nem része az, hogy egy 18-19 éves felnőtt ember eljut arra a szintre, hogy egy ilyen komoly döntést, ilyen komoly anyagi következményekkel járó döntést ebből a szempontból is körbejárjon, és felkészüljön erre a helyzetre. Hogy tudja egy család optimalizálni a kiadásokat? Egyáltalán tételezzük fel, hogy van egy felelősen gondolkodó gyerek, fiatal felnőtt vagy család, aki azt mondja, hogy ő igenis azt gondolja, hogy ez egy jó dolog, és figyelembe kell venni a továbbtanulásnak a befektetés értékét, azt, hogy mennyit fektetünk be, mi legyen az, ami adott esetben kompromisszumra készteti a családot, hogy tudja ezeket kiszámolgatni, főleg úgy, hogyha nincsenek pénzügyi szakemberek a családban. Hát ezt a részét erre a kérdésre olyan nehezen tudok burkolt reklámmentesen válaszolni, ugyanis ez egy borzasztóan fontos kérdés, hiszen alapvetően könnyű ebből a székből vagy ebből a pozícióból elmondani, hogy ez pénzbe fog kerülni, és hogy ez akár miután ugye átlagot mondtam az előbb, ez nyilván sugallja, hogy különböző intézményenként ez eltérő. Én jelen pillanatban egyetlen egy olyan alkalmazást ismerek, ami ebben tud segíteni. A Diákhitel Központnak a pénzügyi tájoló alkalmazása, ami egyébként egy teljesen ingyenesen és mindenféle regisztráció nélkül elérhető applikáció, ami gyakorlatilag abban segít, hogy egy konkrét intézmény, konkrét karjának, egy konkrét szaknak a megjelölésével tulajdonképpen egy részletes kalkulációt tudok készíteni magamnak, hogy egy adott fél év, és így természetesen kivetítve az egész tanulmány mennyibe fog kerülni. Itt ennek két része van ennek az alkalmazásnak. Az egyik részben meg tudom adni azt, hogy milyen bevételekkel számolok, mekkora anyagi terhet tud vállalni a családom, akarok-e dolgozni, fogok-e dolgozni, ha igen, akkor nyáron fogok dolgozni, vagy
hogy a tanulmányok alatt is rákényszerülök erre. Ösztöndíja milyen feltételek esetén mekkora összegekkel számolhatok? Egy adott intézményben, az adott karon körülbelül milyen egyfőre jutó jövedelem esetén tudok számítani szociális támogatásra? Tehát egy komplett képet kapok, illetve tulajdonképpen képet tudok magamnak meghatározni arról, hogy milyen forrásokkal számolhatok. És a másik oldalon mellé teszünk egy 11 pontból álló költségszerkezeti blokkot, amiben pedig költségenként meg tudom adni, hogy mire mennyit fogok költeni. Itt természetesen segítjük a kitöltőt, illetve segíti maga az alkalmazás a kitöltőt azzal, hogy a konkrét kategóriákhoz mi ajánlatokat idézőjelben rendelünk, hiszen rengeteg kutatás születik abban a témakörben, hogy egy egyetemista mennyi pénzt költ el, akár étkezésre, akár mennyibe kerül az előbb említett utóvizsga jegyzetek, mennyi pénzt kell költeni. Ugye ez megint egy olyan tétel, amiről egy középiskolásnak nem nagyon lehet fogalma, hiszen ott tulajdonképpen tankönyveket megvesszük az év elején. A felsőoktatásban viszont gyakran november-decemberben is még szembesülünk azzal, hogy egy-egy új jegyzetet nekem meg kell vennem, és erre is pénzt kell költenem. Itt pedig lesz egy tulajdonképpen egy költségszumám, az alkalmazása végén kidobja azt, hogy mennyi az egyenleg, és mellette egy cashflow grafikonnal megmutatja, hogy melyik hónapokban lehet probléma egyébként. Az alkalmazásról annyit, hogy jellemzően a felvételizőknek körülbelül az egyharmada ezt az alkalmazást felkeresi, és ezt a kalkulációt elkészíti. Ez nyilván nagyban segít ebben az, hogy anonim a dolog, tehát mi gyakorlatilag semmiféle regisztrációt nem kérünk. Ezt mindenki adott saját továbbtanulási szándéka szerint akár több intézményre vonatkozóan el tudja készíteni. Tehát ez egy kézzelfogható segítség, amiből el tud kezdeni gondolkodni a család, hiszen az továbbra is azt gondolom, hogy evidencia, hogy a legnagyobb anyagi befektetés, ahogy a felvezetésben is elhangzott, hogy ez egy családi vállalkozás, a legnagyobb anyagi terhet, pláne hogyha a család fel van készülve arra, hogy ezt vállalja, a család fogja biztosítani, illetve ő fogja vállalni. Azt gondolom, hogy még nagyon sokat lehetne róla beszélgetni, de sajnos időnk lejárt, de én azt gondolom, hogy tudtunk jó tanácsokat és tippeket adni, és felhívtuk a figyelmet egy fontos problémára. Én köszönöm szépen, hogy elmondta ezeket, és itt volt velünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a következő percekben pedig Szombathely egyik orgonájával ismerkedhetünk meg. Nézőink, lassan befejeződik a duális gépészmérnök képzés hallgatóinak első évfolyamában a duális szakasz, tehát befejezik lassan a hallgatók a duális szemeszterüket, a cégeknél töltött gyakorlatukat, és közben zajlanak a felvételik az új gépészmérnök hallgatókra. A témával kapcsolatban pedig az aktualitásokról és a tervekről beszélgetünk vendégemmel, és köszöntöm a stúdióban Horváth Béla professzor urat, aki a Savaria Műszaki Intézetnek az intézetigazgatója és a gépészmérnök szaknak a szakfelelőse. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Ahogy mondtam, a bevezetőben említve, a gépészmérnök hallgatók első évfolyama lassan végére ér a
duális szakasznak. Mit lehet tudni? Milyen visszajelzések érkeztek a hallgatóktól vagy a cégektől a gyakorlati idővel kapcsolatban? Egészen pontosan az első duális szakasznak él a végére, tehát túl vagyunk ugye az első egyetemi szemeszteren, december elejével, azt követően a hallgatók kimentek a vállalatokhoz, cégekhez, és teljesítettek egy 7-hetes duális gyakorlatot, ami az első szemesztert követte. Ennek a gyakorlatnak az volt a célja, hogy mindazt, amit az egyetemen megtanultak az első szemeszter alatt, amennyire lehet a vállalatoknál is lássák, tanulják, mindazt gyakorlatilag elmélyítsék, amit mi az elméletbe átadtunk nekik az első fél év alatt. A gyakorlaton a hallgatóink lelkesen vettek részt, a cégektől olyan visszajelzést kaptunk, hogy érdeklődők, odafigyelnek és tanulni akarnak. A hallgatók maguk is azt mondták, hogy sok-sok érdekeset láttuk a cégeknél, hasznos ez a gyakorlat, és várhatóan ilyen formában megy tovább a 3,5 év egésze alatt, akkor ténylegesen sok-sok gyakorlat ismerte tesznek szert, majd mikor diplomát kapnak. A gépészmérnök hallgatóknak a gyakorlati ideje alatt főleg a tanulásról szólt ez a duális szemeszter, hogy nevezzük így, vagy már gyakorlatban részt vettek valamilyen munkafolyamatba, a termelési folyamatba? Én azt hiszem, hogy ez még első alkalom volt, inkább a tanulásról szólt, de nyilvánvalóan kiki a saját cégének a gyakorlati hátterével is ismerkedett és ismereteket szerzett. És közben pedig zajlanak a felvételi jelentkezések, és már lehet tudni, hogy kik azok az új gólyák, akik gépészmérnökként szeretnének itt tanulni a Szavári Egyetemi Központba. Mik a tapasztalatok a felvételi beszélgetésekkel kapcsán? Igen, a velünk kapcsolatban álló vállalatok már elkezdték a kiválogatást azok között, a diákok között, akik az elmúlt hetekben, hónapokban megjelölték a szombathelyi gépészmérnök képzést, mint jövendő szakjukat. Olyan értelemben megjelölték, hogy itt duális hallgatók szeretnének lenni. Ezek a hallgatók tanulmányi eredményeket tekintve is viszonylag jobb képességűek, úgy tűnik, és úgy tűnik, hogy nem lesz gond a következő évfolyamnál sem a várhatóan 60 duális helyet kitölteni. Ma már a induló 6 cég helyett mellett, velük továbbra is természetesen, összesen 11 céggel van az egyetemnek duális szerződése, tehát ennyien hallandók akarnak gépészmérnök hallgatót duálisan foglalkoztatni a következő időszakokban. És szám szerint hány hallgatót jelent? Mennyivel több duális hallgató lehet? Körülbelül egy 10-zel többet jelent majd, mint az induló. Ugye az induló 6 cégünkkel 50 hallgatóra kötöttünk hosszú távú szerződést. Ők 6-an ennyi hallgatót tudnak, akarnak foglalkoztatni, mert nekik sok gépészmérnökre van szükségük. És az új cégeink cégenként 1-2-3-ot gondolnak, de ők is folyamatosan, tehát nem csak egyszer, hanem több éven keresztül, hogy a mérnök, gépészmérnök utánpótlásokat ilyen módon folyamatosan biztosítsák. Ugye a tavalyi évben a duális gépészmérnök meghallgatásoknak a felvételi időpontig, tehát a februári felvételi jelentkezésig le kellett zárulni. Változott ez idén valamit? Tehát, hogyha teszem azt én, vagy nekem valamelyik ismerősöm azt mondja, hogy ő nagyon szeretne gépészmérnök hallgató lenni, és még pont van pár napja, hogy beadja a jelentkezését a szakra, duális képzésre jelentkezhet-e még? Igen, még jelentkezhet. Tavaly se kellett kötelezően lezárulni eddig az időpontig, csak úgy terveztük a folyamatot, és azt akartuk, hogy a diákok, amíg az egyetemre jelentkezhetnek, tehát február 15-ig, addig tudják azt, hogy lehetnek-e vagy nem lehetnek itt Szombathelyen duális hallgatók. Tehát olyan, annak tudatában tudtak jelentkezni az egyetemre, remélhetően hozzánk is, hát sokan hozzánk a múlt évben, hogy tudták, hogy itt Szombathelyen vagy a környékben valamelyik vállalat őket duális hallgatóként foglalkoztatja. Ez így van idén is. A jelentkezési felület még nyitva van, tehát a szombathelyigépész.hu oldalon még ma is lehet duális hallgatónak jelentkezni. Február 12-én tartanak a cégeink egy újabb elbeszélgetést azoknak, akik később, tehát nem a január 8-ai első, nem is kötelező határidő, csak megjelölt határidőig bejelentkeztek. Ővelük már tartottunk egy elbeszélgetést, ez kb. 70 diákot jelentett, és akik azóta jelentkeztek, vannak már jó páron ismételten, velük pedig még február 12-én elbeszélgetnek a cégek, és másnap vagy harmadnap, de még a 15-i éjféli zárás előtt mindenképpen visszajelzést kapnak ők is arról, hogy valamelyik vállalat őket duális hallgatóként foglalkoztatja-e majd akkor, vagy kötevelik duális hallgatói szerződést akkor, ha bekerülnek az egyetemre, az egyetemi felvételi eljárás során. Ugye a gépészmérnök szak felmenő rendszerbe indult el, tehát első évfolyamuk van, igen. És én azt gondolom, hogy az oktatógárda meg az infrastruktúrális kapacitás is folyamatosan fejlődik. Tételezzük fel, hogy ugyanígy felmenő rendszerbe. Igazam van-e, és
hogyan fejlesztik tovább a képzést? Igen, fejlődik mind a kettő. Ahhoz, hogy a gépészképzés oktatói kapacitását el tudjuk látni, kb. 20 fős gépészmérnök oktató gárdáló van szükség Szombathelyen. Ennek már több mint a fele Szombathelyen él és itt van, tehát felvettük őket. Többen közülük, vagy majdnem mindannyian külföldön hazajött tudományos fokozattal rendelkező gépészmérnökök. Hasonlóképpen elindult egy elég határozott laborfejlesztés az egyetemen, amely gépész labor lesz, amely megteremti mindazt az infrastruktúrális hátteret, amely kell a képzésünk megvalósításához. Ugye a gépészmérnök képzés legalábbis a tervek szerint az első nagy lépés és nagy fegyvertény, és folyamatosan fejlődik tovább, tehát szó volt arról, hogy villamosmérnök képzésben gondolkodik az egyetem, és ha jók az információim, akkor van még egy mérnökképzés, nem pont Szombathelyen, de a Nyugat-Magyarországi Egyetemen belül. Mit lehet erről tudni? Mi ez a képzés és hol? Igen, a Simonyi Károly karunk Sopronban úgy döntött, hogy elindítja a mellatonikai mérnökképzést soproni székhelyen, hasonlóképpen duális formában. Ugye a két terület, a gépész mellatonika nincs túl távol egymástól. A gépészből talán mondható nőtt ki a mellatonika, de a mellatonika villamos ismereteket is kíván bőven. Ennek következtében attól függően ki milyen érdeklődő egyik vagy másik szakunkon jelentkezhet. Én azt sem tartom kizártnak, hogy aki mondjuk gépészmérnök akar lenni, és gépésznek jelentkezik Szombathelyre első helyen, hogy második helyen a mellatonikát jelöli meg, tekintettel arra, hogy a két terület azért lokum szakmát jelent. Az is elképzelhető és járható kategória, hogy a egyik, ha nem kerül be arra a szakra, amelyiket szeretne, és a másodikra bekerül, akkor később átjárás a két szak között lehetséges lesz. És még van majd egy hetük a leendő hallgatóknak, hogy eldöntsék, hogy akarnak-e idejönni. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat és elmondta ezeket, és azt gondolom, hogy fogunk még találkozni a gépészmérnök képzés kapcsán új ismeretek, új információk és újdonságokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, és a Szombathelyi Televízió műsorát választották, és tartsanak továbbra is velünk, mert hamarosan suliról sulira rovatunkkal jelentkezünk. További szép estét és jó televíziózást kívánok. Viszontlátásra!